Az emeleten régi villamosok, egy szinten lejjebb mozdonyok és vasúti kocsik. A látványtervel is látszik, hogy az új közlekedési múzeumban sokkal több járművet állítanának ki, mint a régiben. A föld alatt terjeszkedtek volna, de így sem lett volna elég a hely. A Városligetben több mint 15 milliárd forintba került volna az építkezés, de ennyi pénzből sokkal nagyobb közlekedési múzeumot tudnak majd csinálni máshol. Lehetőleg gazdaságosabb megoldást fogjuk megtalálni azáltal, hogy valamelyik alulhasznosított, a vasút által akár évtizedek óta fölhagyott területet fogjuk visszakapcsolni a város vérkeringésébe, és ennek nem csak a múzeum szempontjából van jelentősége, hanem Budapest szempontjából is lehet városfejlesztési jelentősége. Az új múzeumot várhatóan valamelyik nagy budapesti pályaudvar mellett építenék fel. Látszik a műhold felvételeken, a nyugati, a keleti és a déli pályaudvar mellett is vannak olyan területek vagy raktárak, amelyeket nem használnak. A közlekedési múzeum eredeti helye most körbe van kerítve. A réseken keresztül látszik, hogy a régi épületből semmi nem maradt. Bontanak néhány méterrel arrébb is. Egykor itt állt a Petőfi csarnok. Az új Nemzeti Galéria lesz majd a helyén. Most csak teherautókat és munkagépeket látni, meg a ligetvédők sátrait. Ők továbbra is tiltakoznak a beruházás ellen. A költségek 10%-kal nőttek a kezdetek óta. A Városliget átalakítása a mostani tervek szerint 220 milliárd forintba kerül majd, ami a projektért felelős bánlászló szerint nem nagy ár. Azt mondja, Ausztriában egy ilyen múzeumi negyed kialakítása sokkal többe kerülne. Ez a plusz 20 milliárd most az állatkert kapta meg a bővítésére, abszolút indokolt, és a hazai és nemzetközi árak ismertében a kormány elfogadta ennek a bővítésnek a többletköltségeit. Valamikor ősszel derül ki, hogy hol épülhet fel Budapesten az új közlekedési múzeum. A mögöttel látható területen nem áll le az építkezés. A magyar találmányok, a magyar innováció kapít majd emlékhelyet. Borsod István, RTL Híradó, Budapest.